Szervusztok srácok, a Mind Track It, azaz a Dave the Diver újabb, legújabb játékát fogjuk most megnézni. Ez ilyen 4v4, 5v5 aréna, felülnézetes aréna harcos game lesz. Jelenleg a Steam Next Fest keretein belül játszható a game. Ők azok, akik egyébként ezt a zombis túlélős Nakvon nevezetű játékot is csinálták. Ugye azt tavaly próbáltuk ki. A Dave the Diver pedig ugye nagy siker. Annyit megnézek, hogy kontrollerrel tudjuk ezt a játékot játszani. Nem nagyon szokott mindig egy Steam Next Fest-es gémeknek kontroller támogatása lenni, de adunk neki egy esélyt. Az a helyzet, hogy a tutoriált nem akartam nélkületek megcsinálni, játékbeállítások meg még nem elérhetőek, nincs gyakorlatilag menü, hanem rögtön a tutoriállal indítsz. Aha, bal analóggal tudunk mozogni. Ez jó lesz, így csúszkálunk. Csúszkálunk, mint a Máriókba. Nem akarom befejezni. Várjál, nincs egér. A cancerre rá szeretnénk nyomni, de kontrollerre nem csinál semmit. Jó. Attack Speed Booster. Van ranged attackunk, azon nyilván CD van, meg így feltöltődik. A támadás a legjobb védekezés. Támadásokat le lehet védeni az A-val, az X-el csináljuk a mini attackot, a B-vel pedig a range-dat. A defense skill levédi a ranged attackot is. Nem tudom, mennyire látszódik nektek a felirat. Szélesen átállítanám, de lehet. Csak kilépni tudok a tutoriálból. Movement Speed Booster Item. Nagyon gyorsak vagyunk most. Special Skill Ultimate Ability. Magnetic Hole és Hellfire. Uh-huh. Most nem olvassuk el, hogy melyik mit csinál. Asztalat, ez a spawnolás milyen hangos volt.
Az Ultimate Ability sokkal erősebb, mint a Special Skill. Hú, ez a spawnolás nagyon, nagyon idegesítő. Nem, triple kill! Triple kill! Szerettem, amikor az Unreal tournamentben ilyenek voltak. Jó kis Unreal tournament. Azt majd meg kell csinálnom, hogy tudjak unrealezni. Az 1000 éves számítógépen. Na, azt mondja, defeat 3 enemy using ultimate ability. Tessék. Ma már csak Unreal 5 van, nem tournament. Szomorú. Azt a rohadt. Godlike pentakill. Pentakill. Istenem, rosszul dobtam el. Nagyon jó. Ki akarunk próbálni egy újabb karaktert? Na, hát ez volt a Dorottyás, aztán van itt nekünk Jake, Jake Sully, van itt nekünk Eliza, Lamilo és Kara. Meg Ja és Schmidt. Pál. Hát legyen Jáke. Nem, ezt kipróbáljuk egérbillentyűzettel. Hogy mozgunk? Ez mi? Ja, hogy így az egérre. Ennél a kontrolleres irányítás jobban tetszik. Hát úgy megy a karakter, hogy ahova célzok az egérrel és nyomom a balkliket, arra megy. Ez nem. Tehát, ja, és hogyha nem így akarok mozogni, akkor nyílt gombokkal tudok mozogni még. Köszi szépen egyébként Gosta a támogatásodat a 21 hónapot. Megcsináltuk a tutoriált, kár, hogy nem lehet a confirmet kiválasztani mondjuk kontrollerrel. Meg hogy nem látszódik, hogy hol az egér. Ja, nyomni kell egy balkliket, és akkor látszódik, hogy hol az egér. Na most megadjuk a nick nevünket. Nem mondom el, hogy mi lesz a nick nevem, jó? Nem fogjátok tudni kitalálni. Na. Jaj, bal fölül látszódik. Hát akkor mindegy. Akkor most már jöhet a játék beállítás. Na ez. Ezt inkább csináljuk egérrel. Rendering scale, nagyon jó, FPS limit nincs, brightness 12, az nagyon jó lesz. Köszi szépen, srácok, a vergetést Ghostnak, és köszi, hogy a Prime-odat rám használtad el. Aha. Voice channel. Aha. Szintévesztős mód, na jó, semmilyen chat nem kell nekünk. Jó. Aha, skinek. Na, Dorottyást mutasd meg. Hú, olyan izét lehet rakni a hajába. Kabát csere, meg fegyvert lehet cserélni. Hát ezeket a skineket nem vitték túlzásba itt a demóba.
Eliza. Hopp! Eliza. Ezt miért nem próbáltuk ki, ezt a karaktert? Oda néz. Az Elizával játszunk? Az igen, ennek fénykardja van. Halló, Star Wars? Mhm. Zsigszüli. Hopp, poliszos. Jól van, Lamilo. Aha. Offenzív karakter. Dorothy balanszos, Eliza offenzív. Ia ő technikál, és Kara is offenzív. Aha. Hopp, na, a store. Rögtön ott is van a store. Meg lehet nézni, hogy melyik karakterrel milyenek voltunk. Jól van. Let's go. Quick play. Mik vannak itt? Vannak daily questek. A play. Online community első szabály. Nem kell in-game chat. Igen, a shop már van. Store már van, srácok. Vajon játszanak-e amúgy ezzel a játékkal? Vagy most csak így elindítottam és meg tudtuk nézni a tutoriált? Na mit mond a SteamDB? Wake Runner Z. Azt mondja, srácok, hopp, na, tessék. Ja, demót kéne beírni, igaz? Wake Runners Demo. Na, 25 játékos. De, csak mondom, hogy volt 200 is. All time peak az elmúlt 5 napból 200. Lehet menni tutoriált még? Jó. Várunk. Battle Pass Quest. Na! Azt nem lehet megnézni? És az miért jó? Hoppá! Daily Quest, Weekly Quest. Ja, és már... Ja, hogy már Season 1 Battle Pass van. Az komoly. Season Quest. Team Deathmatch mód, Raider mód. Dorottyás. Ennek mi a lényegem? Hát ilyen 4v4, 5v5 aréna harcok felső nézetben. Amúgy, tehát hogy így a gameplay alapján, a tutorial alapján nem tűnt rossznak. Most nyilván kéne nekem egy olyan, hogy playerek ellen megnézzük, hogy ez mégis milyen, de amúgy így teljesen ilyen korrektnek tűnik amúgy a game. Na, ő mit csinál? Hát a tutorial alapján így, mint a legtöbb ilyen arénás harcos, amúgy. Tehát, hogy így az alapján nem tűnt gagyásznak.
Hú, ennek olyan a fegyvere, mint a... A Bleach-be valakinek. Ez tetszik, azt nézd. Ilyen kinyílós kardja van. Jó, hát 4 perc, mindjárt elérjük a 4 percet. Hát ez, akkor ez off. Hopp, az ott mit lehet nézni? Quick play, hát amúgy csak a quick play van. Őrült nő, aki csapkod, Jinx copy. Hát jó, de Jinx nem csapkod. Ő lő. Na jó, hát akkor ez ennyi. Nem lehet menni még tutoriált? Ez... Hát... na! Ezt nem néztük. Ott vannak a jutalmak, csak mondom. Aha. Ja, hogy onnan lehet megszerezni ezeket a skineket. Aha! Aha. Claymore. Azt nézd, rögtön be tudtunk valamit claymelni. Ja, hogy ez az első nap. Vannak a Battle Pass questnek. És ott mutatja, hogy N, tehát hozzá van egy újabb puska. Jocó, köszi szépen a... Wow! 3 év! Méghozzá töretlenül. Köszi szépen a támogatásodat. Hát ez off. Ez offos. Miért nem lehet menni tutoriált? Vagy miért nem lehet botok ellen játszani? Aj. Most itt van ez a játék, és nem tudjuk kipróbálni. Hát... Minden esetre, srácok, ez lett volna a Wakerunners Steam Next Fest-es verziója. Tényleg, amit itt láttam, ez alapján a kevés gameplay alapján, a tutoriál alapján nem tűnik gagyinak, de mondom, ezt úgy lehetnek ideríteni, hogyha így tudnék playerek ellen játszani. Hát, hogyha akkor játszottam volna, amikor elindul a Steam Next Fest, akkor lehet, hogy tudtam volna playerek ellen játszani. Most már csak 20 játékos van, legjobb esetben is, és mivel nem találnak játékot az a 20 játékos se, hát így valószínűleg még kevesebben fogják letölteni és kipróbálni. Úgyhogy ez csalódás. A Steam Next Fest-es változata ennek a játéknak csalódás. Bízom benne, hogy ezt egy kicsit meg tudják majd promózni legközelebb, és akkor így játékosok ellen is ki tudjuk majd próbálni, mert hát azért ezek az arcok, akik összehozták a Dave the Divert, hát szerintem van bennük potenciál. Mondjuk a Nakvon az nekem nem túlzottan nyert el a tetszésemet, de hát feszegessék a határokat, jól teszik.